Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy Valentin napi kedvezményes jóslás. Ebben van egy szerelmi kirakás és asztrológia, ahol összehasonlítom kettőtök horoszkópját az indiai számítás szerint. Ez a felvétel egy személyes jóslás Özséb számára. Kedves Özséb, üdvözöllek téged, ez a te videód, és én a szerelmi kirakással kezdeném, utána áttérek az asztrológiára. A bal oldalon vannak a te kártyáid, jobb oldalon vannak az ő kártyái. Itt középen ez a három kép mutatja a te jelenlegi helyzetedet. Ez a könyv utal tudásra, és ez megvan nálad. De ez a könyv nem nyitott, utal zárkózottságra. Vagy nála, vagy nálad. A középen lévő kártyán látható egy kígyó. Ennek van szimbolikus jelentése, mégpedig jelenti nálad a megújulásokat, a transformációt. De ez a kígyó szimbolizálhat egy hölgyet is. Te tanulsz ettől a hölgytől, vagy ő tanul tőled. A harmadik kártyán ez a fa mutat egy helyet, ahol úgy érezzük, igen, itt legyökerezhetünk. Ez lehet egy tevékenység is. Például az, hogy most te tanulsz valamit, és úgy érzed, ez a te területed. Vagy keresel egy helyet az életben, ahol az az érzésed, igen, itt le tudsz gyökerezni. A fának van még más jelentése is, utal egészségügyi témákra, vagy betegségekre. A kígyónál gyomor betegségekről van szó. Én ezzel nem azt szeretném mondani, hogy betegség van nálad, vagy beteg leszel. Nem is szabad betegségekről beszélni így kártyavetésnél. Ez lehet, hogy ez a téma az, ami téged érdekel, és megvan nálad ez a gyógyító erő, és ez a tudásod, és ezek a változások lesznek nálad. Most megtekintjük az ő jelenlegi helyzetét. Ott jobb oldalon látható ez a kutya, és a kutya szimbolizálja a hűséget, tehát ő hűséges, a kutya jelenthet barátságot is. A kutya mellett ott van a szív, ami szerelemre utal. Aztán ez a levél, ez lehet egy hír, de nem tudja, hogy fogalmazzon. A szerelemről beszéljen, vagy inkább barátilag közeledjen hozzád. De egy hír mindenképpen várható. Most megtekintjük azt, hogy miről kellene elgondolkoznod, mert ez következik a közeljövőben. Az a nap ott felül bal oldalon mutatja te, a nap ott felül bal oldalon mutatja a te kisugárzásodat, az életerődet. Te azt is, hogy a valóság kiderül. Te látni fogsz valamit. A középső kártyán a gólyák utalnak változásokra, gyakran ez költözködést jelent. És a harmadik kártya, ez a... horgony, azt jelenti, te szeretnél lehorgonyozni az életben,
legyökerezni, ugyanúgy, mint a fa is erre utal. A horgony jelenthet munkát is. Persze az is lehet, hogy ő érzi úgy, hogy nálad le tud gyökerezni, és lesznek ezek a változások a nyár folyamáig, mert a nap a nyarat jelenti. Most megtekintjük azt, hogy miről kellene neki elgondolkoznia, mert pontosan az fog bekövetkezni nála a következő időben. Ott fent jobb oldalon látható ez a ravasz róka. Vannak hamisságok az ő környezetében. Valaki becsapja őt. Az lehet hamis barátság is, mert a róka alatt ott van a kutya, ami barátságokra is utal. A róka mellett. Ott van az a kislány. Ennek szimbolikus jelentése van. Mutatja az ártatlanságot, hogy ő mindenkiben megbízik, mert olyan naív vagy jó indulatú. Ez a kislány utalhat egy új kezdetre, és az bekövetkezik tavasszal, mert a virágcsokor tavaszra utal, különösen május hónapra. De ez a virágcsokor jelenthet szépséget is, vagy egy meglepetést, egy ajándékot, és erre az újdonságra számíthatsz. Most megtekintjük a te titkaidat, vagy azt, amire nem figyelsz oda, vagy azt, amit titokban kellene tartani, vagy azt, hogy később fog bekövetkezni, és még nem látható, nem érezhető, ezért még egy nagy titok. A te titkaid. Ott alul bal oldalon látható ez a kereszt. Ez utalhat vallási témákra. Arra is, hogy miben hiszel, vagy miben kellene hinned. Ez a kereszt jelenthet spirituális dolgokat is. Azon kívül azt mutatja, hogy a ti sors utatok kereszteződött. Ez a találkozás nem véletlen. A középső kártyán láthatóak az utak. Hasonlóan, mint a kereszt, azt jelenti a sors utatok kereszteződött, és itt vagytok ennél a kereszteződésnél, ahol kell egy új irány, egy új lehetőség. Nem a jelen pillanatban, mert ezek a kártyák a jövőt mutatják, ami később fog bekövetkezni. Vedd kezedbe ezt a kulcsot, ez mutatja a belső erődet, az önbizalmadat, minden jóra fordul. Ezzel a kulccsal valamit le lehet zárni, és utal zárkózottságra, vagy valamit ki lehet nyitni, utal nyitottságra. Légy diplomatikus vele szemben. Most megtekintjük az ő titkait. Vagy azt jelenti, amire nem akar odafigyelni, vagy azt, amit eltitkol előled, azt is jelentheti, ami később fog bekövetkezni, még nem látható, nem érezhető, ezért ez is egy nagy titok. Az ő titkai. Ez a hegy ott alul jobb oldalon utal az ő problémáira. Neki vannak nehézségei. A hegy mellett ott láthatóak a halak, ami az anyagiakat jelenti. Neki vannak pénzügyi gondjai. Erről nem akar beszélni, ez még egy nagy titok. Aztán láthatóak az egerek. Ahol az egerek megjelennek, azok felfalnak mindent, és így elveszik valami. Itt arról lehet szó, hogy fél attól,
hogy valamit elveszít, ami számára értékes. Ez lehet pénz, de lehet belső érték is. A halak nem csak a pénzt jelentik, hanem a belső értékeket, egy ilyen lelki kapcsolatot. És így megvannak nála ezek a félelmek, hogy elveszít téged. Ő úgy érzi, te vagy az ő lelki társa. De emellett természetesen utal az anyagiakra is, ahol ő fél attól, hogy veszteség lesz. Most megtekintjük azt, mi az, ami összeköt benneteket. Itt ezen a képen, ott felül középen te vagy látható. Te állsz itt a középpontban. Nála is, mert te fontos vagy számára. Ez azt is jelenti, hogy te hozol döntéseket, ami ott bal oldalon alul látható, ez a kereszteződés. Lesz egy új irány, és te veszed kezedbe ezt a kulcsot. Te irányítod az eseményeket. És most áttérek az asztrológia területére. A nap szimbolizálja a ti éneteket. Ha az életet úgy képzeled el, mint egy színpad, ahol kell egy szerepet játszani, a nap mutatja azt, hogy te játszod a főszerepet. Az ő színpadán ő játsza a főszerepet. A te horoszkópodban az indiai számítás szerint a nap az ikrek jegyében van. Az ikrek jegye az utal a fiatalságra. Te fiatalabbnak érzed magad, vagy fiatalosnak nézel ki. Azon kívül itt mindig van nálad mozgás, van ez a könnyűség, ez a játszadozás, ott, ahol élsz, a környezetedben sok minden érdekel téged. Az ő horoszkópjában a nap a halak jegyében van. Nem könnyű vele együtt lenni. De miért? A halak jegye az a víz eleméhez tartozik, és itt érzelmekről van szó. Nagyon érzékeny, gyakran megsértődik. A halak jegyében kettő hal van. Két irány. Az egyik hal mutatja a félelmeket, a bizonytalanságokat, a másik hal viszont mutatja az erőt, a bátorságot, az önbizalmat, a szeretetet, ezt neki ki kellene építeni. Te ebben segíthetsz neki, de előfordulhat az, hogy mindig nyafog, és elvárja azt, hogy te törődj vele. Ez neked gyakran túl sok vagy nyomasztó, mert elveszíted a levegő elemét, ezt a könnyűséget. A halak jegye felett Neptun bolygó uralkodik, és az gyakran mutatja a művészi tevékenységeket, lehet, hogy van itt nála tehetség, de Neptun bolygónál előfordulhat az is, hogy alkohol problémák vannak, vagy drogen problémák. Én nem mondanám, hogy ez így van, de előfordulhat. Most megtekintjük a hold állását. A hold szimbolizálja az édesanyát, az érzelmeket, és uralkodik az érzelmeink felett, a vágyaink és az álmaink felett is. Te egy növekvő hold fázisban születtél. A holdad az a mérleg jegyében van. Ez kihat a te belsődre. Ez szép, ez kellemes, mutatja a te nőies kisugárzásodat is. Te szereted a szépet és a harmóniát. Megvan nálad ez a
belső egyensúly. Nála a hold, azaz oroszlán jegyében van, ő röviddel egy teli hold előtt született. A két jegy, az oroszlán jegye és a mérleg jegye között megvan a harmónia. Tehát ami az érzelmeket illeti, ti egy hangban álltok. Ami számára fontos, mert a hold az oroszlán jegyében van, ő szeretne mindig a középpontban lenni. És ha nem figyelsz oda rá, és más vagy mások fontosabbak számodra, akkor ő féltékeny. Az is lehet, hogy kicsit zavar téged, vagy idegesít, de ezt azért teszi, hogy vedd őt észre. És most megnézzük Vénusz bolygó energiáját. Vénusz bolygó jelenti a harmóniát, a szépséget, utal művészi területekre, és nálunk hölgyeknél a horoszkópban mutatja a nőiességünket. Meg azt is, hogy hogyan éljük át a párkapcsolatot. Vénusz bolygó az a szerelem bolygója. A te horoszkópodban Vénusz bolygó a kos jegyében van. Ez a tűz eleméhez tartozik. Ez jelenti a bátorságodat, a lelkesedést, a testi kapcsolatot is, de azt is jelentheti, hogy türelmetlen vagy, ez kihathat a párkapcsolat területére. Az ő Vénusz bolygója az a vízöntő jegyében van. A férfiaknál Vénusz bolygó mutatja a jó ízlést, utal művészi területekre, tevékenységre, de azt is, hogy milyen elvárásai vannak a párkapcsolat területén, mit várnak el a társ nőjüktől. Nála a vízöntő jegye hat. A vízöntő jegye az a levegő eleméhez tartozik, nála kell ez a könnyűség. A vízöntő jegye és a kos jegye harmonizál, tehát megvan köztetek a harmónia a párkapcsolat területén. Most áttérek Mars bolygóra. Mars bolygó jelenti az erőt. Ez nálunk hölgyeknél is megvan, mert ezzel az erővel tudjuk magunkat védeni vagy bebizonyítani az életben. Nálunk hölgyeknél a horoszkópban nem csak az erőt jelenti a Mars bolygó, hanem a férfit, a lelki társunkat. A te horoszkópodban Mars bolygó az ikrek jegyében van. Te szavakkal tudod magadat bebizonyítani az életben, és ha ebben a könnyűségben maradsz, akkor úgy rendezed a dolgaidat magad körül. Nála kicsit bonyolultabb. Az ő Mars bolygója a bak jegyében van, és nem csak Mars bolygó van itt a bak jegyében, hanem Szaturnusz bolygó és a felfele mozgó holdcsomó Ráhu is. Nála vannak korlátozások. Ő fél attól, hogy nem tudja a férfiasságát élni vagy kimutatni. Ezekre a korlátozásokra Szaturnusz bolygó utal. Amit ez a kármikus csomó jelent, ez a felfele mozgó holdcsomó Ráhu utal kármikus témákra, amit az ő lelke kiválasztott, mert ezt meg kell neki ismernie, de nem ismeri ki magát. Nem tudja, hol a helye, nem tudja, hol kellene az erejét befektetni,
neki félelmei vannak, hogy nem sikerül, hogy megbukik, és ez elkíséri őt az életben, majdnem minden területen, ahol neki az erejét, a férfiasságát kellene kimutatni. Mivel a te Vénusz bolygód, ami kihat a szerelmi élet területére, a kos jegyében van, te tudsz neki segíteni. Mert a kos jegye felett Mars bolygó uralkodik. Te kiismered magad, ami a Mars energiát illeti. És ez a lelkesedés, a testi kapcsolat is az, amire neki szüksége van, és te adsz neki erőt, meg bátorságot. Mert mindig gondolj arra, hogy ez a felfele mozgó holdcsomó utal egy életterületre, amit ő nem ismer. Tehát ne csodálkozz el azon, ha ő bizonytalan. És ez kihat a párkapcsolat területére. Szaturnusz bolygó az a sorsnak a bolygója, és őrzi ezeket a kármikus témákat is, gyakran megleckésztet bennünket. Szaturnusz bolygó az indiai számítás szerint idén a kos jegyében mozog. Eléri azt a pontot, ahol nála az ő születési horoszkópjában Szaturnusz bolygó van, az azt jelenti, hogy ő átél most egy időszakot, amikor Szaturnusz bolygó visszatért hozzá. Korábban voltak ezek a korlátozások, félelmek, most tanulja azt ezen áttenni magát. Szaturnusz bolygó el fogja érni idén ezt a felfele mozgó holdcsomót, Ráhút, és itt lesznek kármikus témák, amikor ő keres egy lehetőséget, vagy egy kiutat. Amit még fontos megemlíteni, Szaturnusz bolygó utal idősebb személyekre, és Szaturnusz bolygó uralkodik a bak jegye felett, tehát így kétszer is érezhető ez a Szaturnusz energia nála, ez kihat az ő férfiasságára is, a párkapcsolatra is, mert Mars bolygó szintén a bak jegyében van, ami azt jelenti, hogy ő vonzódik egy idősebb hölgyhöz. Én azt tudom veled közölni, hogy neki szüksége van rád, vannak bizonytalanságok, félelmek, és te adsz neki erőt. Kedves Özséb, így tudtam ezt a Valentin napi jóslást elmagyarázni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!